Sziasztok! Úgy éreztem, hogy tartozom nektek annyival, hogy elmondom, hogy miért lesz vége a Rossz PC játékok sorozatnak, illetve hogy hogyan tovább. Azt, hogy a közeljövőben úgymond le kell húznom a rollót, ezt már elég régóta éreztem, és eredetileg augusztusban szerettem volna bezárni a bazárt, mert úgy éreztem, hogy ez a projekt már nem összeegyeztető a hétköznapjaimmal. Tehát még az első pár évad a főiskola mellett zajlott, úgy éreztem, hogy oké, ez belefér, amilyen lusta disznó voltam, volt rá idő. Ha nem volt rá idő, akkor is kerítettem rá időt. És hát amióta már főállásban dolgozom, és nem gyakornokként, meg ez meg az, úgy éreztem, hogy ez egyre kevésbé fog működni. Tehát míg a nerd az ebből megél, vagy a nosztalgia kriték, vagy Isten tudja még ki mindenki van, ők előnyben vannak, mert ők ezt főállásban tudják csinálni. Nekem ez egy hobbi, amit szeretek csinálni, az esetek túlnyomó többségében, majd később kitérek, hogy miket nem szerettem, például a nyereményjátékokat, mert azok iszonyatosak voltak. Ja, szóval éreztem, hogy ez nem lesz jó hosszú távon. Tehát nekem volt egy belső elvárásom, úgymond, ez minőségileg volt egy ilyen belső elvárásom, és nem, tehát nem akartam azt, hogy ilyen izzadságszagú trehány munkákat dobjak ki, csak hogy legyen valami. És tehát az utolsó hónapokban már csak havonta egy videó volt, és ez még elment, de szóval ez hosszú távon ez sem lehet már fenntartani, és ahhoz, hogy most 2-3 havonta legyen egy videó, azért káros sorozatot fenntartani, mert ez már szerintem úgymond hullagyalázás. Tehát vagy csinálja az ember, vagy befejezi méltósággal. És úgy éreztem, hogy tehát ahogy mondtam az elején, hogy augusztusban szerettem volna ezt megcsinálni, aztán ugye jött a nyereményjáték, azt mindenképp le akartam zavarni. Szilveszteri különkiadásra azért nem akartam ilyen bunkó lenni, hogy újévi ajándékként ezt bejelentem. Úgyhogy ott volt a Country Justice, ez egy tökéletes alany egy fináléra, és éppen ezért próbáltam a legtöbbet kihozni belőle egy szuper hosszú videóval, elég sokszor megemlítettem korábbi játékokat, idézeteket, úgyhogy kicsit retrós, visszavettem a hertársálamat, úgyhogy próbáltam valahogy kereken lezárni. Egyesek mondták, hogy áprilisi tréfa, ez nem áprilisi tréfa, azért ilyen bunkó én sem vagyok, bár egyszer már elsütöttem, hogy bezárom a blogot, de az akkor még az első évben volt. Szóval, ja, hát két érzés dominál a Rossz PC játékok sorozattal kapcsolatban most, hogy bejelentettem a végét. Egyrészt szomorú vagyok, mert ez egy fontos projekt volt az életemben. Tehát sok mindent tanultam, sok embert megismertem, sok kellemes tapasztalattal lettem gazdagabb. Szóval tényleg egy élmény volt, és amit ezt az élményt köszönöm nektek, főleg, hogy milyen kommenteket írtok, hát megkönnyeztem őket, majdnem, de lehet, hogy nem is majdnem, de erről nem számolok be pontosabban, nehogy elveszítsem a férfias imidzsemet. És ja, viszont másfelől egy megkönnyebbülés is, mert ahogy mondtam, nem akartam egy izzadságszagú akármit fenntartani. Ezzel úgy éreztem, hogy letettem már annyit úgymond az asztalra 4 évaddal, és nálam egy év, gyakorlatilag tényleg egy évad, és úgy éreztem, hogy ezt már be lehet zárni méltósággal. Ahogy említettem a videó végén, még remélem összejön,
amikkel terveztünk Rocker Lalival, vagy ahogy már ő nevezi magát Lalival, mert nem szereti ezt a jelzőt, terveztünk egy közös bemutatót, elvileg a Country Justice-t is közösen akartuk bemutatni, de nem jött össze. Úgyhogy megállapodtunk, hogy van még más ilyen nagyszerű játék, amit majd egy ilyen külön kiadás keretében a nyáron összehozunk, ő átjön hozzám, és akkor felvesszük. De ez tényleg csak egy ilyen egyszeri poén, lehet, hogy egy videó lesz, lehet, hogy kettő, nem tudom, ezt még meg kell látnunk. De nem azért hagyom abba a sorozatot, hogy aztán visszatérjek. Ez nem azt jelenti, hogy teljesen eltűnök. A Rossz Pic Játékok sorozat blog nem fog frissülni. Február 16-tal csinálok egy búcsú videót, mindenféle verk filmes jelenettel, Baki parádével, meg ilyenek, tehát egy klipshow lesz, de annál több. Próbálom méltóság teljesen összerakni az, hogy tényleg egy szép búcsú legyen. És ja, utána a blog nem fog megszűnni, de nem fog frissülni. Lesz egy szép bejegyzés a videókkal, hogy aki később venni észre, az lássa, hogy meg lehet nézni ezeket. De ha ez a Rockerlalis videó megjelenik, erről majd fogok tájékoztatni embereket, mondjuk Twitterem, vagy a másik blogomon, a blogolkodom.blog.hu, ez lesz mostantól az én úgymond bázisom, ez egy ilyen személyes blogom. Ide mindenféle elvárás, idő, limit, tehát amikor kedvem van, akármit, akár egy ingyenes, de jó videót, amit már nagyon régóta akartam csinálni, de egyszer nem jutottam hozzá. Például ezeket én ott simán ki fogom tudni rakni. Ezekre mindenképpen van energiám, de tovább folytatni a Rossz Pic Játékok sorozatot úgy, hogy ne menjen a minőség róvására, legalábbis az én minőségi szintem alá, ezt nem tudtam már tovább folytatni. Úgyhogy ne legyetek szomorúak. Olvasom, hogy sokan nagyon szomorúak. Én is szomorú lennék, ha mondjuk a Nerd befejezi, de emberek, nem áltatom magam, nem vagyok legenda. 5 hónap múlva lehet, hogy elfelejtetek, és ez teljesen rendben van egyébként. Tehát az élet megy tovább, jönnek majd mások, más jó emberek is vannak, találtok más ilyen szórakoztató forrást. Én nem fogok eltűnni, de ezt a Rossz Pic Játékok sorozatot abba fogom hagyni, mert úgy éreztem, hogy most jött el az ideje. Még mielőtt a február 16-ai videót kiraknám, egyébként azért február 16, mert 16-án került ki, április 16-án 2007-ben került ki a legelső mesterlövészes videóm, és úgy éreztem, hogy akkor stílusosan én is 16-án rakom ki az íra a pontot. Szóval mielőtt ezt a videót kiraknám, igyekszem összehozni egy ilyen indavidom, van egy ilyen élőzés funkció, ahol egy ilyen úgymond élőadást csinálok, ott majd csinálok egy ilyen kérdezfeleleket, mert annyian írtak, hogy csináljak már én is ilyet, de bevallom, túl sok meló lett volna nekem állandóan kirakni ezeket a videókat, úgyhogy egy ilyen élőadás keretében rendelkezésetekre állok, és hát addig is figyeljétek a blogot, fog még frissülni 16-áig, és köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Nagyon sok jó emberrel találkoztam, tényleg egy élmény volt. Nem tudom elégszer elmondani, egy hatalmas élmény volt. Voltak negatív élmények is, ezt is el kell mondanom. Volt pár elég nagy seggfej, akivel sikerült kapcsolatba kerülnöm, akik e-mailen nem túl kedves dolgokat mondtak, meg írtak, meg próbálkoztak, meg anyám tudja micsodát. Ja, ők tudják, hogy kicsodák. Minden esetre ez a kisebbség. Köszönöm nektek, hogy ilyen lelkes közönség voltatok, és hát, hogyha érdekel benneteket más projekt, amit majd indítok, például ezt a filmbarátokat biztos folytatni fogom, mert ez tényleg fontos nekem.
aki jobban ismer, azt tudja, hogy a filmek a nagy szerelmem igazából, nem a játékok. Úgyhogy az mindenképp követhet tovább. Úgyhogy, ja. Remélem minden kérdést megválaszoltam. Ha nem, akkor ebben az indavideós élőzésben majd feltehetitek még. Köszönöm szépen, ne legyetek szomorúak, és játszatok sok rossz játékkal, főleg a Mesterlövésszel. Sziasztok!